Lagdarúgóink az elmúlt hét elején Fehérváron vendeg szerepeltek, ahol megszakadt a hosszú veretlenségi sorozatuk. Az OTP Bank Liga 6. fordulójában a KT a 11. helyzet MOL Fehérvár vendége volt. Hazai fölényt hozott az első 15 perc, de a keskemét higgadtan és kulturáltan futbalozott. Két helyzetet is összehozott a Fehérvár. Bumba lövését védte Vargádán, majd funsó bombája a felső lécen csattan. A KTH Szabó levente révén veszélyeztette, de Rockov ekkor még magabiztos volt. A 31. percben Pejovis lába előtt elcsúszott a labda, amit Kodró középre passzolt, és az érkező négó kapásból szépségdíjas gót lőtt. 1-0 után is nyomás alatt voltunk, és mégis ők hibáztak. Rockov a hazadott labdát elügyentlenkedte, katona pedig szemfüles volt. A 47. percben Bumba és Kodró lövésért blokkolták védőink. A szünet után sok-sok cserével próbálkozott mindkét edző. Az 56. percben Funso ki, Belenyesi, mint utolsó védő nem merte bántani, mint kiderült, jól döntött, mert a játékvezető a var a gól helyett lestítélt. A 67. percben Grécia vezetés is megszerezhette volna, de nem talált el a labdát. Az idő múlása sürgette a hazaiakat. Fiola majd dárdai lőhetett volna a gólt, de mindkét esetben szerencsénk volt. Na meg ott volt a kapuban Varga, aki sönlövését és négó fejesét is hárította. Már-már az újabb bravúr kapujában álltunk, amikor dárdai szögletét Stopira górra váltotta. Fáj, hogy az utolsó pillanatban ilyen gólt kaptunk, hiszen felhívtuk a figyelmet arra, hogy Stopira milyen jól fejel, Nincs okunk ugyanakkor szégyenkedni, mert stabilak voltunk, most nem volt szerencsénk a végén. Ez a kvalitás, ez a különbség a két csapat között. Egyéni megoldásokkal a Vidi el tud dönteni meccseket, ez történt most is. Gratulálunk, mondotta a Szabó István vezetőedző.